A brit miniszterelnöknek távoznia kell, állítja egykori főtanácsadója. Dominic Cummings a brit közszolgálati televíziónak adott nagy interjút, amelyben többek között arról beszélt, hogy Boris Johnson a pandémia kezdetén elutasított minden a lezárásokra vonatkozó javaslatot, mert akkor még azt hitte, a betegségbe csak az idősek halnak bele. Lényegében remélte, hogy valami sikerül, de a hozzáállásának a lényege valami olyasmi volt, hogy az egész járvány botorság és a lezárások egyébként sem működnek. Hogy egyrészt ez az egész szörnyű, másrészt az emberek, akik meghalnak, lényegében 80 évnél idősebbek. Hogy nem pusztíthatjuk el a gazdaságot 80 évesnél idősebb emberek miatt, mondta Cummings. Arról is beszélt, hogy ő már 2019. decemberében, napokkal a konzervatív párt váratlanul nagy arányú parlamenti választási győzelme után arról tárgyalt szövetségeseivel, hogy Johnsont el kellene távolítani a kormányfői tisztségből. Neki nincs terve, nem tudja, hogyan kell miniszterelnöknek lenni. Csak azért juttattuk a posztra, mert meg kellett oldani egy bizonyos problémát, nem pedig azért, mert ő lett volna megfelelő személy az ország irányítására, mondta. Cummings tavaly év végén belső hatalmi viszályok után távozott főtanácsadói tisztségéből, és nem volt tagja sem a kormányzó konzervatív pártnak, sem a kormánynak.